Szeretettel üdvözöllek, ez a Teremtsd Újra Önmagad beszélgetés sorozat, és egy régen várt pillanat következett be most az én életembe. Megtisztelt eljött hozzánk Müller Péter. Köszönjük, hogy itt vagy velünk. Szervusz. Péter, nagyon régen vártam már erre a pillanatra, hogy veled beszélgethessek, úgyhogy igazán szívet melengető, hogy itt vagy most velünk. Boldog vagyok itt. Jó. Arra gondoltam, hogy néhány ponton behozok egy-egy összenetet a kinti beszélgetésünkből, ha megengeded, mert nekem nagyon sokat ad. Dott tegnap is, hogy veled lehettem, a közeledben lehettem, és legfőképpen akkor, amikor nem a kamerák előtt beszélgetünk, hanem kint a teraszon, legyen szó madárcsicsergésről, vagy éppen a dugó közepén az autóban együtt ülve, azok a kis morzsák, amiket kaptam tőled, azok ott itt dolgoznak bennem azóta is. Úgyhogy, ha megengeded, ezt hozom indulásnak. Jó. Tegnap volt egy ilyen mondatot, hogy a kút legmélyén mindig az öröm van. Hálás lennék azért, hogyha most újra behoznád ezt, és beszélnél egy kicsit arról, hogy amikor a búskomor pillanatokat éljük meg a mindennapjainkban, akkor milyen érdekesen van, hogy nem fölötte, hanem a te szimbólumoddal mélyebbre ásva találjuk meg ezeket a pillanatokat. Igen. Általában a pszichológia és a lélektan odáig jut el, hogy a tudattalamból gőzölnek föl az összes pszichoszomatikus betegségeink, az ott elfojtott indulatok, érzések, emlékektől jön föl, és lesz belőle kiütés, meg rák, meg nem tudom. A pszichoszomatika. A pszichoszomatika. De valójában ennél van egy mélyebb réteg, tehát a pszichénél van egy sokkal mélyebb réteg, ami ugyanúgy tudattalan, mint ezek az elfojtott érzések, érzelmek, indulatok. Ott van az embernek a halhatatlan lénye. Tehát tulajdonképpen az a tudat, hogy én bennem ott lakik az Isten, ahogy Jézus mondja, az tudattalan. Tehát az a tudattalan mélyén. És ha oda talál az ember a közelébe, akkor rögtön der is lesz, rögtön vidám lesz. Tehát annak a világnak a légköre, az egy feltétlen öröm és játékosság. De egy nagyon szépen fejezi ki a jézusi tanítás, hogy ha nem lesztek olyanok, mint a gyerekek, akkor nem mehettek be a mennyek országába, a gyerek pedig még nincs beburkolva a páncéllal, a gyerek még játszik, még tud vidám lenni, még az életet játékosan és örömmel fogja föl, még szeret élni. Tehát ebbe a tudatba, ha az ember beletalál, egy kicsit gyerekké válik. És ez ott van a mélyén. Ez ott van a lelkünk mélyén, bármilyen nehéz, hát nagy fizikai szenvedés pillanatában nem. De egyébként bármikor vissza lehet oda találni, és meggyőződésem, hogy ha valaki meditatív gyakorlatokat folytat, akkor ebben a tartományban kezd el járni. Ezért én egy meditáló arcon meg tudom állapítani, hogy mit tükröz. Ha nincs egy mosoly, mint egy Buddha arcon, ugye? A Buddha nem ilyen savanyújóska, hanem egy derűs arc. Akkor nem jár ott. És oda el lehet jutni. Oda el lehet jutni bármikor. Nem könnyű, de nekem az egész életem erről szólt. Tehát én nem vesztettem el a gyereket. Az űr van, akkor visszatalálok. Mint háromszoros apuka tudok ehhez kapcsolódni, mert az a felszabadító életszemlélet, vagy az a könnyed életszemlélet, ahogy ők élik a mindennapjaikat, az egész döbbenetes. Felugrott bennem egy emléke, amikor téged hallgattalak most az imént, és az jutott eszembe, hogy egy nagyon gondterhelt periódust éltem éppen. Hát tegnap arról beszéltem neked, amikor hallgattuk a madárcsicsergést, hogy évekig nem is hallottam. Annyira frusztrált voltam, annyira beszippantott a munka, a hajtás, a meg kell csinálnom érzése. És talán ebben az időszakban volt, amikor a középső kisfiam nem ment óvodába, és elmentünk egy játszóházba, de még nem volt nyitva. Egy őszi nap volt ez. És elkezdte a faleveleket így dobálni a magasba, és kacagott közben. És én néztem, és azon gondolkoztam, hogy mi értelme ennek.
Na de hát ennek nem kell, hogy értelme legyen, persze, ennek a könnyedségnek. És képzeld, beálltam mellé, elkezdtem dobálni én is a leveleket, elkezdtem így kacagni, és olyan felszabadító érzés volt, és utána azon gondolkodtam, hogy hová lesz ez, amit mondasz, ez a gyermeki lét, mert mondom, hogyha nem lenne mellettem egy 3 éves kisfiú, csak egyedül dobálnám az utcán a leveleket, mit gondolna rólam a világ? Tehát, hogy most már mennyire nem természetes ez. És én téged, amikor megismerhettelek személyesen, meg amikor a közeledben lehetek, ezt a gyermeki derűt, könnyedséget érzem mindig. Igen, igyekeztem megőrizni. De most, hogy mondtad ezt a gyermeki létet, én most dolgozok egy könyvön, az a címe Játék az életünk. Tehát én ezt megírom. Méghozzá abból a tapasztalatból, amit én a színházban nyertem, mert a színház erre nagyon jó példa. Én nem csak példa, hanem metaforája az emberi létezésnek. Ugye színház az egész világ, színész benne minden férfi és nő, ez a híres Shakespeare-i monológ. Tehát tulajdonképpen az, hogy te azt látod, hogy itt ül előtted egy Müller Péter, ez nekem erre az életre egy elvállalt szerepem. Baromian beleértem magam, tehát nem tudom elképzelni, nem az vagyok. Azaz el tudom. El tudom. És ez egy érdekes folyamat, most ugye a gyerekekről beszéltünk. Igen. Hogy a gyerek már hoz magával egy rejtett személyiséget és egy sorsfeladatot. De azért, ha megfigyeled, mint apuka, egy hallatlanul érdekes folyamat, ahogy beletanul a testébe, hogy ő ezt belülről manipulálja. Főleg akkor, hogyha a kis négykézlábmászó gyerek előtt ott egy tükör, és akkor megnézi ezt a tükröt, és ha így csinál, akkor az is így csinál, ha így csinál, akkor nem, ha így csinál, akkor az is így csinál. Tehát rájön arra, hogy ez belülről van mozgatva az, akit ott lát, és ez egy folyamat, amíg fölismeri, hogy ez ő. Ez az a stáció, amikor megszületik az emberben az ego, az én vagyok élmény, aztán az később elfajul, ahogy felnövünk, és elnyomja az egészet. De ott jövök rá arra, hogy én nem egy termike vagyok anyukámnak, apukámnak, hanem én bennem van az, aki ezt az egészet éli, mozgatja, és ez olyan, amilyen. És hozzászokik az ember. Tehát én most elhoztam volna a stúdióba az én csecsemőkori fényképemet, az én 2 éves mosolyalbum idején készült ilyen kis göndör, pufi gyerekképét, elhoztam volna kamaszkorom képét, amikor boxoltam, és most itt ül egy ilyen önszakállas hülye. Ezek mind az életemnek, a Müller Péter történetének a szerepei. Nagyon érdekes különbségek van, mert mindegyikbe bele kell tanulni. Baromi nehéz. Én most tanulom 80 éves koromban, hogy milyen öregnek lenni. Még nem tudom. Még nem tudom, mert alapjáraton az abszolút korom nem ez. De és ez nem azt jelenti, hogy nem úgy működök már, mint régen. Tehát nem egy fizikai dolgot jelent, hanem van egy olyan rálátásom az egészre. Egy biztos, amire én törekedtem, hogy öreg koromra nem lettem bölcs. Ez nem jött össze valahogy. Megőriztem magamban a gyereket, de rengeteg tapasztalattal. Nem célom, de most egy kicsit vitatkoznék, mert igen, ha Magyarországon kiírnánk egy szavazást, hogy ki a legbölcsebb ember ma Magyarországon, akkor jó eséllyel ezt te nyernéd meg. Tehát ezt nem tudom hova tenni most, hogy... Igen. Más, amit az emberek gondolnak, és más, amit az ember belül gondol saját magáról. Tehát én jó, ezt elfogadom így, hogy tudom, hogy igen, valahova eljutott ez az ember persze, de én jól rajzoltam, festőnek is készültem. És nem lett belőle semmi. És 16 vagy 17 éves koromban lerajzoltam a szakállas önmagamat, hogy milyen lesz majd a
milyen leszek majd, hogyha ha pasi leszek, meg minden. És érdekes módon azt rajzoltam le, akivé aztán lettem. Vagy már tudtam, vagy tehát ez most, ha úgy belenézek a tükörbe, és visszanéz rám az, aki vagyok, akkor abban van egy olyan, mint amikor a maszk úgy megrodjan az emberen, és már úgy, mintha nem az én arcom. Ez a gyermeki lét, amiről most elkezdtünk beszélgetni, ezután valahogy megkérgesedik az évek során, és hogyha nem figyelünk oda, akkor rengeteg maszk rakódik rá. Így történt az én életemben is, ugye itt egy elég őszinte vallomást osztottam meg veled, mielőtt bejöttünk a stúdióba, hogy annak idején úgy éreztem, hogy én fedeztem fel a spanyol viaszt, annyi mindent tudok már a világról, és minél mélyebbre mentem a nyúlüregébe, annál inkább tapasztaltam meg, hogy egyáltalán nem ilyen fekete és fehér. Tegnap ugye beszélgettünk arról is, hogy mennyire különbözőség van életutak Igen. között, és hogy mennyire nem az van, hogy egy receptet, egy klisét, egy módszert lehet bárkire is ráhúzni, hanem utána jön a szertágazósága. És én sokszor merítkezem a te bölcsességedből, és abból az őszintességből, meg ahogy lemersz vetkőzni, mint ahogy most is megtapasztalhattuk, ez egy nagyon jó példa arra, hogy a maszkok nélkül élni. Tehát, hogy ezek a maszkok, miért hordunk maszkokat? Miért van az, hogy a legfőképpen ebből a gyermeki létből, ahogy van egy, nyilván van egy olyan racionális oldala, hogy megfelelési kényszer, elvárás jön a világ felől, de mégis annyira bedarál sokszor minket, hogy miért, erről írtál egyébként, most ma reggel is téged olvastalak, és a maszkok kapcsán is volt egy megközelítésed, de most azt szeretném, hogyha ha beszélnél nekünk erről. Ugye színházról beszélünk, és a színházban ezt a változást, hogy egy másik énem van, meg tudja az ember csinálni. Tehát ment nálunk mondjuk a Otello. És a Besenyei Ferenc, aki fantasztikus, nagy, bőlelkű ember volt, szerintem privát a Besenyei Ferencbe, szerintem nem is volt féltékenység az emberbe. Nem lehetett fölfedezni benne. És ott ült a tükör előtt, és figyeltem a folyamatot, hogy válik Otellóvá. Be kellett ugye kenni a maszkot, feketére kellett magát festeni. Idegenül kezdett beszélni, na most adunk a pofájára egy kis feketét, mintha nem magáról lenne szó. És fokozatosan átváltozott egy húsos szájú négerré, és elfelejtette, hogy ő a Besenyei Ferenc, és hogy még be kell fizetni az adóját holnap. Kiesett a személyiségéből, az énből, és belebújt egy másik énbe. Tehát mire megjelent a színpadon, addigra egy nagy hangú mór hadvezérré vált, akinek a őrületes fájdalma, nehézsége az, hogy bele kétségbeesésből a saját káoszától akarva menekülni, beleszeret egy nőbe, és ezért átverhetővé válik, mert a féltékenység, tehát félti, hogy elveszik, mint hogy el is veszi, de ő maga. Tehát figyeltem azt a folyamatot, hogy megfeledkezik a személyiségéről, és azzá válik, egy másik személyiségé válik, addig, amíg az előadást tart. Annak volt egy forgatókönyv, egy története, belebújt abba, és azzá vált. És előadás végén aztán hopp, egyet dobantott, ezt lemosta magáról a feketét, és ment haza a feleségéhez. Tehát ezt amit mi úgy nevezünk, hogy egy másik inkarnáció. Mert ugye ez úgy megy, hogy az ember, hogy meghal, és akkor már nem leszek Müller Péter tovább. Ez egy ilyen emlékké válik, ott majd, ahogy a színésznek is ott van a sok szerepe, fölakasztva minden, a köpeny, a kabát, a szakálla, nem tudom micsoda. Ez ebből kiesik. De ezt mi a színházba meg tudjuk csinálni, hogy kilépünk a saját magunkból, és egy másik emberré válunk.
akiről talán nem is sejtettük, hogy bennünk van. De hát ahogy most Shakespeare behozta az elején, hogy színház az egész világ. Hát igen, képest, ő nem ugye... metaforának tartja, hanem ő azt mondja, hogy maga az egész tele, az Isten játéka az életünk. Mondják is a hinduk, hogy lila. Tehát ez Brahmannak a hatalmas játéka, aki bennünk is játszik. Azt játszuk, én most azt játszom, hogy Müller Péter vagyok. De ki tudok benni belőle? Igen, de azért kérdezem, és még maradnék ennél, mert hogy ahogyan egy művész leveszi azt a szerepet magáról, levetkőzi, és visszamegy az eredeti életébe befizetni az adóját másnak, és hazamegy a családjához, addig azt látom, hogy nagyon sokunknál egy erős belső frusztrációt hoz, hogy ezek a szerepek ránk kérgesednek, megint ezt a jelzőt használnám, és nem tudjuk levetkőzni, és nem tudok visszatérni eredeti Szabó Péterbe vagy Müller Péterbe, hanem amit a külvilág elvár rám, vagy úgy gondolom, hogy elvár, mert ez se biztos, meg ebbe lehet rengeteg szövődmény, hogy ez egy káoszt hoz, egy kaotikus meg belső. Meg akarsz felelni. Igen. És ez rád kényszerít egy másik maszk réteget. Igen. És amikor tegnap beszélgettünk, behoztad Tólétől a Most hatalmát, igen, ugye, hogy ez mekkora jelentőséggel bír, és most felidéztem ma reggel ennek kapcsán, hogy abban van egy gondolat, ő azt mondja, hogy az élet egy táncos, és te vagy a tánc. Igen. És ha nem akarod követni azt, ami rajtad keresztül zajlik, akkor bizony keservesen fogod érezni magad a bőrödben. Ez egy alap. Hát ez egy alap dolog. Erről én nekem most megy egy táncjátékom, ami erről szól, táncbeavatás. Székesfehérvári balettszínház játsza, cirkusz címen. Ez most megy. Elmesélek neked valamit, ami plasztikusan tükrözi ezt. Az én anyukám, akinek fönnmaradtak a titkos emlékei, Magnus Szalagon is írtam róla egy könyvet, ő meséli el, hogy ő színésznő akart lenni, azért nem tudott, mert én megszülettem, és sok gondolt velem, tehát nem tudott. Ezért elment melózni a Rákospalotai bőrgyárba, meg mindenhol, de amatőr színházat csinált. Az azt jelentette, hogy összeálltak, és mentek kultúrházakba, és ott ilyen Csehov egyfelvonásosokat játszott anyukám, egy profi öreg színésszel, aki Vígszi házban volt, és az történt egy alkalommal egy Csehov egyfelvonásosban, hogy az Ali bácsi, aki a szerep szerinti anyukámnak, tehát a papát játszotta, az megbetegedett. Egyébként a történet egy hisztérikus, eladhatatlan vénlányról szól, ezt játszotta anyukám, Natalia Szepanovna. És azt mondta Péter, az Ali beteg, neked kéne eljátszani. Mondom, én játszom el az apukádat. Azt mondja, igen, nem dolog, át kell élni. Képzeld el, ez megtörtént, erre én már emlékszem, hogy betettem magamnak egy műpocakot, egy ilyen nagy ruszki szakát ragasztottam magamnak, fejemre egy ilyen parunkát, és egy ilyen vén, hülye, boldogtalan apukát játszottam, mert van egy hülye vénlányom. És itt hány éves voltál? 17. Fiatal. És kérdezed el, hogy van benne egy jelenet, hogy a szomszéd átjön, azért jön át, hogy megkérje ennek az eladhatatlan vénhű lánynak a kezét, ezt a lány nem tudja, papával beszélnek, és valami jelentéktelen marhasságon összevesznek, és a papa kirúgja. És akkor bejön a Natalia Szepanovna, ezt játszotta anyukám, akkor még ott vagyok, én földulva, mint apuka, és azt mondom, és még el akarja megkérni a te kezedet. És akkor megtudja, hogy ez azért jött, elkezd sikoltozni, azt mondja, visszahívni, és tombol üvölthet, fölrobban az ideg, és a szerep szerint ez az a pillanat, csak úgy lehet leállítani hisztériát, kell adni neki egy nagy pofont.
Úgyhogy, és a próbák alatt, mert azért csináltunk egy pár próbát, hát ugye ott anyukám volt mégis, és akkor úgy meglegyítettem olyan finoman, és azt mondta, állj, mit csinálsz? Én erre nem állok le. Hát ez simogat, hát tessék megfohozni. És erre mondtam, hát én nem ütettem meg az anyukámat. Azt mondja, én most nem az anyukád vagyok. Én Natalia Sztyepanovna vagyok, egy hisztérikus vérnagy. Tessék egy rendes pofont adni. És akkor én is úgy beleírtam, adtam neki egy akkora pofont, hogy kilazult az egyik foga, képzeld, az anyukámnak. Tehát ennyire át tudja az átélés hevébe, ennyire át tudja a hétköznapi valóságot rajzolni akkor, hogyha egy másik személyiségbe lépsz bele, és ráadásul ott volt a nagymamám a nézőtéren, baromi nagy sikerünk volt, hát de tudták, hogy fiával játszik. Három generáció, igen, a nagymama a nézőtéren, és lát, hogy ünneplik, és a mellette ülő néző azt mondta a nagymamának, az anyámra mutatva, hogy mi együtt hajlongtunk a színpadon, én az öreg hülye, és az anyukám. És akkor azt mondta a nagymamámnak az a néző, azt mondja, ez a nő nagyon szépen tud énekelni is. Mi a nagyanyám büszke, azt mondta, és az a másik, az az egy kis unokám, mondta a szakállasra. Úgyhogy ilyen őrületesen érdekes az élet, hogy ennyi csodálatos szerep van bennünk, és ahhoz, hogy belebújj, ahhoz egy kicsit ott kell hagyni a régit. Meg kell feledkezned a múltadról, az, hogy ki vagy, és át kell élned egy olyan helyzetet, és azt nagyon át kell élni. Tehát még egy ilyen helyzet, de hát gyilkosság kell válni, ölni kell. Bele kell menni egy másik személyiségbe, ami lehet, hogy ott volt benned, de elrejtve. És akkor előhozott. Színház, rendezőség. Tegnap beszélgettünk arról rácsodálkozva így a misztériumára a mai világnak, hogy micsoda rendezői bravúr az, ami most történik, találkozások, eltávolodások, és a többi, és a többi, és hogy ennek kapcsán tegnapi beszélgetésünknél tettél egy utalást arra, hogy egyetlen konfliktus sincsen véletlenül az életünkben. Én kértelek, hogy fejtsd ki, és azt mondtad, hogy most nincs rá időnk. Igen. Ezt mondtad tegnap. Most van, ha kérhetlek, akkor ezt a fonalat vidd tovább. Hát nézd, ami történik az emberrel, annak meg kell történnie. Nem így éljük meg a dolgokat. Utólag, mikor már túl vagyunk rajta, akkor nagyon szar volt. De mikor túl vagyunk rajta, akkor fölismerjük, hogy ez az oda vezető útnak egy állomása volt. Ez lehet gödör, lehet mélypont, lehet pokoljárás, bármi lehet, de annélkül, ha azt nem csinálod meg, akkor ez sincs. De erről beszélgetni. Igen. De most elmesélek neked egy csodát. Ez körülbelül 10 napja jutott a tudomásom. Egy olyan csodát mesélek el, ami páratlan. Én régen írtunk egy musicalt az én darabomból, a Bródi Jánossal és a Tolcsai Lacival. Az volt a címe Dr. Herc, itt is ment a madásba, Dunai Tamás játszott a Dr. Hercet. Ez a darab, muszáj, a sztori, mert ez lényeges, az a lényeges része, hogy ez egy Nobel-díjas fiatal zseni, aki kitalál egy olyan szerkezetet, amivel láthatóvá válnak az elholt lények lelkei, szellemei, plusz a képzelet lényei is. Tehát egyszerre van ott a laborban, mint élő, tapintható lény, az Albert Einstein, aki neki a mestere volt, és a Winnetou, akit csak olvasott a könyvbe. World of Imagination, ez a találmánynak a neve, erre kapja a Nobel-díjat. És az történik, hogy a közeli pályaudvaron megáll a vonat, és véletlenül kiszáll belőle egy 18 éves lány, egy papírral a kezébe,
És ez közelben van ez a labor, és megjelenik a laborban egy élő, a képzelt lények között. És hogy jó helyen jár el, és erre a tudós fönt van, nem látja homályba, de látja, hogy itt van egy, és látja, hogy ez egy ember, és akkor kérdezi, hogy mi van, és akkor a lány elmondja, hogy ez a papír a horoszkópja, és ebben a horoszkópban az van, hogy ő most ebben az időpontban találkozni fog az élete nagytársával, a lelki társával. És erre a tudós, aki ugyanhol kött, mint ő, azt mondja, hogy na várjunk, hány órakor született? Kérdezi a lánytól. Azt ő nem tudja. Ki tudja? Hát a papa. Hát hívjuk fel a papát. Papa még él. Telefon. Papa, hánykor születtem én? Kérdezi a telefonba. Azt mondja, miért? 11 óra 34 perckor. Az egy ilyen üzletember mindent fölír könyve. 11 óra 30, igen. Akkor én most férhez megyek, papa, és jön egy dal. A hétköznapi csoda arról szól, hogy ő most férhez megy, és valóban ezt ott is marad, és a darab végén a képzelet lényei között megjelenik a Szent Péter, ugye így, és ő celebrálja az esküvőjüket. Erről szólt a darab, ezt bemutatták Manchesterbe, a Royal Exchange Theaterbe, és két fiatal színész, kezdő színész játszotta a szerepet. Két 18-19, élete első próbálkozása volt két kezdő színész növendéknek. És az történt, hogy valóban egymásba szerettek, úgy, ahogy megírta, házasok lettek, most már három gyerekük van, három gyerekük, megnézheted, majd mindjárt mondom a nevet, mert a YouTube-on megtalálható. A kettő között a Loren abba hagyta a színészetet, mert a három gyereknek szentelte az életét, a férje karrierje pedig eszméletlenül kilőtt. Úgy hívják, hogy Andy Serkis, ő játszotta a Gyűrűk urát, a Majmok bolygóját, az a fantasztikus sztár, azért nem ugrik be a neve, az arca úgy, mint a Marlon Brandónak, vagy az Al Pacinónak, mert egy átváltozó művész. Hanggal ezer arca van, de nincs olyan egy, hogy akkor most bejönne. Jelen pillanatban Amerika, Hollywood legfoglalkoztatottabb színésze, egy lángelme, egy zseni, és most keresem őket, és ki fogok menni, és találkozok vele. Mert ezek az én álmomban járnak. Valóságá tették azt, amire én ültem az íróasztalnál, és azt hittem, hogy én ezt csak úgy képzelem. Ezek meg megcsinálták. Döbbenetes. Keres rá a YouTube-on, Andy Serkis, örmény származású Serkisnek írják. Eszméletlen, mindenkinek be fog ugrani, mert ezek nagy történetei az életnek, és írtó kíváncsi vagyok, hogy hogy fognak ezek fogadni engem. A döbbenetes szó jutott nekem is eszembe, miközben hallgattam ezt a történetet, és még az is, amikor a szavakkal játszol a véletlen kapcsán, hogy egy olyan esemény, amit nem véltél. Imádom, ahogy műveled a magyar nyelvet. Tegnap is mondtam, hogy ilyen rendkívüli, lenyűgöző, mindig abból így egy-egy morzsát reggel elfogyasztok, és akkor az napközben kitart. És a tegnap előtti volt ez, amikor a véletlenről írtál, és amit most elmeséltél, az így külső szemlélőként azt mondom, hogy ez egy véletlen. Hát ha persze. Felülről ránézek. Na de hogy van ez valójában? Hát attól, hogy te nem véled, attól az még van. Csak ez úgy jelenik meg, ugye, az chance, mondja az angol. Nincs benne a tudatod képernyőjén az az alternatíva, ami a mélyben már készen van. Ezért,
Ezért sok előrelátásnak, jóslatnak is ez a lélektani oka, hogy előre lehet olvasni egy forgatókönyvet. Kicsit tovább lapozolni, megnézni, szoktuk néha regényi megnézni, hogy végződik ez. Tegnap, amikor mentünk el innen, akkor mondtam, hogy ha nem bánod, behozok majd témát, az egységélményről beszéltünk. Igen. És ugye a magyar úgy mondja, hogy kétségbe esek. Igen. Mi zajlik ilyenkor? Egység, ugye, amikor igen, azt mondom, hogy kapcsolódunk. Persze. Aztán utána... Hát a kétség az... Az azt jelenti, hogy kettéhasad valami, ami valójában együtt van, és akkor a dolog olyan polárissá válik, de a kétség nem csak ezt jelenti, hanem azt, hogy elveszti azt a bizonyosságtudatot. Te tudsz lőni, célba lőni? Igen. Hát akkor tudod azt, hogy akkor tudod eltalálni a tízes körbe a legközepét, ha te egységben vagy a céltáblával. Tehát ha te itt belül a kezed, ha mondjuk pisztollyal lősz, a kezed és a tízes kör nem csak úgy összeméri a szemed, hanem van egy olyan pillanat, amikor azt érzed, hogy egyek vagytok. Nincs külön céltábla, külön pisztoly, külön ujjam, külön kezem, hanem a dolog úgy egy. És akkor az az a pillanat, amikor lőni kell. Ugyanez lehet, biztos nem tudom, a Kassai Lajos lovasi ijásszal beszéltére, ő ezt nagyon tudja. Tehát neki még ott egybe kell lenni a lóval is, meg minden. Abban a pillanatban, hogyha megjelenik a kétség, szétesik ez az egység, akkor elbizonytalanodik a dolog, szétesik. Külön lesz a kezem, külön lesz a céltábla, külön lesz minden, elbizonytalanodsz. Ezért az egység megteremtése, ahogy a jóga mondja, egyhegyűség, az azt jelenti, hogy az ember kiszáll ebből a meghasadt én tudatból, és egy ponton megtalálja a közepet. Nagyon érdekes dolog, hogy szétszórt nyugtalan állapotban meg lehet teremteni úgy is a nyugalmat, hogy az ember egy pontot néz, rezzenes és telen szemmel. De ugyanúgy, mint a célzás. Én a lángot szoktam, és az... Hát igen, igen. Egy az gyertyalángot, vagy valamit így igen, belerévedek, és annyira megnyugtat. Hát hogy? Hogyne, az... Attól függ, hogy mit választasz ki. Hát ugye ezt mondják az objektumnak, hogy mi az, ami. Azért az a jó, az ember olyat néz, amit vagy akit szeret. Ha megengedett, behozok egy szimbólumot, mert valahogy úgy képzelem el a mindennapjainkat, mint hogyha egy hatalmas kondér lenne, vagy üst, amiben benne van minden, ami igen, zajlik körülöttünk, a gyereknevelés, a munka, a kapcsolatok, és a rengeteg, az adó, a kihívások, minden ilyesmi, és egy kicsit úgy látom magunkat, mint hogyha mi lennénk azok, akik nagy fakanállal keverjük ezt a tartalmat a kondérban. És amikor én elkezdtem meditálni, elkezdtem befelé figyelni, elkezdtem lecsendesíteni ezt az egészet, amiről az imént is beszéltél, meg tegnap lényegesen többet, akkor képzeld, mi történt. Megijedtem. Megijedtem attól, hogy ez a sok minden leülepedett, és feljött egy más minőség, ami teljesen mást sugalt, mint amit én a mindennapjaimban megéltem. És úgy megijedtem tőle, hogy elkezdtem újra kavarni, és ezt a jelenséget látom sokszor, és azt tapasztalom, hogy ha mersz így befelé figyelni, az sokszor ijesztő tud lenni. Igen. És olyan irányokba visz, bocsánat, és olyan irányokba visz, ami félelmetes. De ezt jó, hogy mondod. Ez egy hallatlanul fontos, amit mondasz. Hogy a félelem az első. Nem az, hogy hú, de jó nekem, hanem megriadsz, hogy kiszakadsz
a valóságból. Ott hagyod, olyan kicsit halálélmény, olyan, hogy ja Istenem, mi lesz velem? A félelem az hozzátartozik ehhez az elengedéshez. Az tulajdonképpen az első mozzanat, tehát ez nem egy egységes belerévülés, hanem az ember kiszakad abból, amit eddig valóságnak hitt, és az öröm az később jött. Az első az elengedésnek a pillanat, picit hasonlít a halálhoz. Ott is úgy el kell engedni a dolgot, és akkor repül. Ez így van. Ez így van, és ezt minden mesternek tudni kell, és föl kell készülni rá, hogy az első pillanat az nem az lesz, hogy jaj, de jó, hanem az első pillanat az, amikor az ember beleveti magát a vízbe, és nem tudja, hogy partot ér-e vagy sem. Ahhoz merészség kell. Merészség, és úszni is kell, tehát valamit hát, bele kell nekünk is tenni. Azért mondom ezt, mert biztos, hogy fontos. Ki nem hagynám, hogy veled beszéljek arról a több ezer éves dilemmáról, ami bennem is zajlik már évtizedek óta, hogy hol van az a határ, Péter, ahol azt mondhatjuk, hogy eleve elrendeltetettség, nekem most meg kell fulladnom. Tehát, hogy az azért most leszületésemnek, hogy ez az elfogadás, mert tegnap is beszélgettünk erről, bocsánat, hogy én utalok a tegnapra, meg főleg a nézőktől kérek elnézést, csak bennem van, bennem dolgozik az mindez, hogy van egy megengedés, egy elfogadás, zárójelben talán belenyugvás bizonyos dolgokba, és van egy szabad akarat része, ami azt mondom, hogy felállok, cselekszem, teszek. Tehát hogy látod te ezt a részét? Hol van ez a határ? Ameddig arról beszélünk, hogy ez megvan írva, vagy erre lehet hatásom? Megint csak nem várok olyasmit tőled, hogy egy egységes receptet, hanem a te mély gondolataidból szeretnék táplálkozni. Először is hát azt kell ehhez tudni, hogy ennek az írója, ez nem valaki más, az te magad vagy. Szerzője vagy a saját életed forgatókönyvének. Nem most, hanem voltál előrevetítve, elképzelve, vállalkozva, de te vagy a varázsló. Tehát te idézed föl az eseményeket. Ez azt jelenti, mivel te vagy a szerző, és ezt sokszor átéltem én, mint drámaíró, hogy csak úgy tudok megírni egy drámát, hogy valami dinamikus összképe mindjárt az elején van. Tehát lehet tudni például egy Otello történetéről, hogy igen, ebbe bele fog halni. Tehát, hogy honnan mások is. El? Hogy egy, ha elindítasz valamit, akkor tudod, hogy ez hova megy. Mintha előre tudod, a részleteket nem tudod, az fokozatosan, ahogy lehúzódik hogy hova fut ki, az megvan, az, hogy hogyan az... Tehát látsz, van egy egységérzeted. Tehát valahol, mintha már olvastad volna, van egy ilyen élmény. Aztán az ember közben elfelejti, mikor megy és bozott harcos és írtja, akkor nem tudja, de azért, sőt, hát elfelejti azt, hogy hát, hogyha nem jut ki a bozottból, ez mindig van, amikor benne vagy. De azért ez egy, igen, egy általad megírt szerkezet, és módodban van a forgatókönyveden, a megírt forgatókönyveden javítani. Módod van bizonyos dolgokat másképp varázsolni. Tehát belelátsz egy olyan dologba, hogy ez most, akkor ez a sín, ez le van téve, és ha megyek tovább, akkor ez. De egyszer csak, mikor fölébred benned a varázsló, akkor ott jön az, hogy nem megyek erre. És akkor ugyanaz a varázsló, aki előidézte benned azt az életfázist, amiben benne voltál, és amit utólag pokolnak nevezel, én pedig úgy nevezem, hogy nagyon jó, hogy benne voltál, mert ott
szerezted meg azokat a tapasztalatokat, aminélkül nem lennél az, aki. Tehát utólag ez már jó. Ott jön egy ilyen varázspillanat, és a varázspillanat, hát erre mondják a vallásos emberek, hogy kegyelem. De ez nem azt jelenti, hogy fönt van egy szakállas öreg Isten, aki most lenéz, az én, hát nem, hanem ez azt jelenti, hogy az embernek van egy lehetősége menet közben átírni a programot. Ugye beszéltünk a genetikáról az előbb, hogy még ezek az eleve elrendelt dolgokról is, amíg azt hiszük, hogy igen, az eleve determinál, addig determinál is. A pillanat, hogy kétséges, hogy tényleg determinál, 100%-ig. Abban a pillanatban, hogy ez a kétség fölmerül, abban a pillanatban már azt mondod, hogy és mi van, nem? És akkor rájössz arra, hogy nem. És át tudod írni azokat a dolgokat, amik egyébként programszerűen mennél. Egyébként általában szabad akarata az egónak nincs. Ha az egó szintjén maradsz, ott nincs szabad akarat. Az egy felső dolog, azért mondtam, hogy kegyelem. Tehát igazából, amíg az egó szintjén vagy, addig azt, amit te szabadságnak vélsz, az a szüntelen ismétlés. Megcsinálsz egy hülyeséget, látod, hogy hülyeség, és annélkül, hogy levonnád a konzekvenciáját, mert mivel be van programozva, csinálsz egy másik hülyeséget. Ami hasonlít ez, vagy nem, de a gyökere ugyanaz. Tehát amíg az ego szintjén gondolkodik valaki, már pedig többé-kevésbé mindannyian, addig ismétlünk, ebbe a formába, abba a formába, megismétli az ember. És akkor, amikor eljut abba a stáció, egy kicsit fölébred, abban a pillanatban rájött arra, hogy amit ő szabadságnak vélt, az a legnagyobb rabság volt, önmaga rabja volt, és azt a bizonytalanság érzetet, amiben most lebeg, ez pedig a szabadságnak a hajnala. Innen lehet csinálni valamit. És itt el kell fogadni, hogy néha a csodánál is vannak nagyobb csodák. Tehát ott kinyílik valami határtal. Bennem most kezd összeállni az eddigi menete a beszélgetésünknek, mert beszéltünk a maszkokról, beszéltünk frusztrációról, és ennek kapcsán, ha megengeded, egy kicsit visszahozom a kondért, mert amit közben, ha kevergetem, akkor ott szoktam úgy mondani, hogy nem tudsz odébb tolni egy szekrényt, ami benne állsz. Ki kell szállni a szekrénybe, persze, és ránézni arra, hogy mit csináltam én itt, mint aki kevergeti, meg egyáltalán én kevergetem? Tehát ezt elismerni, hogy mondhatom azt, hogy a jóisten kevergeti, a kormány kevergeti, ezek mind. Persze. És közben meg oda nézek, és ránézek, hogy hát de itt van a kanál az én kezembe, tehát ez egy felismerés. És itt viszont a kérdésem az, hogy mi a különbség? Hogy vegyem észre azokat a finomságokat, amikor a jel és a zaj közötti különbséget, amikor, mert az intuitív állapot, amiről ugyancsak beszélgettünk már, az egy tiszta. Az, amikor az egyhegyű tudatot van, és azt érzed, hogy akkor befogadó vagy. De sokszor ez megrémít, az előbb beszéltél a szabadság hajnala a bizonytalanságon keresztül, egy lebegő állapot, én egy ilyen metamorfózisban érzem most magam, hogy az, amihez így ragaszkodtam, és azt gondoltam, hogy valós, és ez az igazi, az most így szertefoszlott, és egy ilyen masszaszerűbben érzem magam, és ez amellett, hogy egy izgalmas, félelmetes is, tehát, és nem, és arra vagyok kíváncsi, hogy te hogy látod, hogy az én megélésem, hogy van egy úgynevezett, ugye úgy definiálják, hogy kénnyomás, amikor már annyira feszít az a maszk, hogy le kell vetnem, mert fuldoklom alatta, de meg kell ezt várni? Tehát meg kell várni azt, hogy valami összetörjön, ahhoz, hogy különbséget tudjak tenni a jel és a zaj között, vagy mit javasolsz, hogyan tudjuk ezeket a kis finom dolgokat észrevenni? Hát nézd, a jel és a zaj az két nagyon érzékletes jó.
amikor a zenész vagy, tudod, hogy mi az, hogy hogyan kell hangolni. Egyszerűen azért, mert a füledben, ha igazi muzsikus vagy, tudod, hogy annak hogy kell szólni. Ehhez nem úgy szól. Tehát akkor elkezdesz addig hangolni, amíg nem stimmel. Mihez? A te abszolút hallásodhoz kell hozni, mert érzed, hogy ez nem úgy megy, ahogy szeretném. Blöcs. És akkor addig hangolsz, amíg stimmel. És ugye ez nagyon jó példa erre, hogy ritkán szóló, általában egy zenekarnak mindenkinek be kell hangolni, az egy megrendítő pillanat, amikor cincognak a vonósok a hangolásnál, mert ott arról van szó, hogy abban benne van egy egész közösség. De ott még káosznak tűnik az egész, és hát szerintem, persze. Ha az életünket hozzuk ide vissza, hát akkor abszolút. Meg azt mondom, hogy ott úgy tűnik, hogy minden a fenekestől. Persze, de mindegyik azért zenész, mert mindegyik tudja, hogy hova kell igazodni, és akkor ehhez aztán jön a felsőbbrendűjén szerepébe a karmester. És abban a pillanatban karmester nélkül akármennyire be van hangolva a 100 vonós, meg zongorista, meg mit tudom én, ha nincs egy karmester, egy abszolút rálátó akarat az egészre, akkor nem jön össze. Ezért különböztetnek meg karmesteri tehetségeket. Az egy őrületesen nagy szerep, de ezt meg lehet élni nem csak zenekarba, egy vállalatot vezetni, vagy egy színházat igazgatni, vagy egy gazdasági tevékenységet irányítani is. Karmesteri képesség. Ugyanerről van szó. Ő, rengetegen csinálják, de van egy központi akarat, amelyik harmóniát tud teremteni. Na most, hát itt ugye magyar szavakról volt szó múltkor, a teremtő, aki a teret teremti, az ugyanazt a gyököt hordozza, mint a természet. A természet is meg van teremtve, tehát az, amiről beszéltünk az előbb, hogy a madarak, meg a csipogás, meg a búza, meg az idő, a természet az egy megteremtett dolog, abban benne van az isteni teremtő. Ezért, ami nem természetes, ami természetellenes, az az, amire te azt mondtad, hogy zaj. És akkor a termés tovább viver? Hát igen, ugyanaz. A termés az azt jelenti, hogy az lesz ebből. Így az életünkre vonatkoztatva is gondolom, hogy mondjuk a Müller Péter életének mi a termése, Szabó Péter életének mi a termése. Persze, igen, és az már akkor nem a tiéd, hanem az már minden esetben egy kollektívumé. Köszönjük szépen, Péter, hogy itt voltál velünk. Én is köszönöm. Jó volt. Jól beszéltettünk. Köszönöm szépen. Szia, Isten én nekem egy élmény volt. Köszönöm. Köszönöm szépen. Nektek pedig köszönjük a megtisztelő figyelmet, hamarosan újra jelentkezünk. Sziasztok!